Most üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Egy Linux optimalizáló arra szánt programocskat szeretném bemutatni, ez Tacer. Ugye már volt szó, hogy Ubuntu-nak optimalizálásáról, ahol az Unity Tweak Tool-t használtam. Ugye egyszerű a beszerzés, felmenjünk a SourceForget letöltő oldalára. Ezt majd természetesen a videó alatt leírásban beteszem. Szóval nem fog kellni pötyögtetni semmit. Ugye letöltsük a depfajt. Meg is van. Nyitunk egy terminált. Egész egyszerűen behúzzuk. Jó, neki egy Entert, ugye kell a jelszó. És ha mindent jól csináltunk, akkor elkezdi szépen telepíteni. Ugye ha megkeressük a indítóba, Unity-be, szépen ráklikkelünk, és már fut is a program. Mint mondtam, ez egy rendszeroptimalizáló szoftver. Ugye Windows-ban ennek a megfelelője például az iOBITES Advanced System Care. Itt nyilvánvalóan hogy is mondjam, megmutassa azt is, hogy most hogy mennyire működik a internet, ugye már ellenes használatot, memória használatot, illetve processzor használatot, tehát monitorolja is lényegében a rendszerünket, de ugye ez a legfelső menü. Ha tovább megyünk egyel, akkor itt van a rendszer tisztító. Itt ugye öreg csomagkest, tehát az ideiglenes csomagtárolókat, a magát a kukat, a applikációknak a ideiglenes tárolóit, a rendszer logokat, minden ilyet ugye megkeres. Nyilvánvalóan rá kell kattintani, megkeres és akkor kiírkod. Hát nekem nem szabad nagyon sok minden legyen, mert ugye alapból nem használom a virtuális gépet. Itt megmutassa, hogy melyek azok az applikációk, amik alapból indulnak, mármint a rendszer indítással együtt, tehát ugye ez sincs nekem, de ha megtartan valaki, akkor hozzáadhat. Itt ugye bekapcsolhatjuk, hogy kikapcsolhassuk a következő különböző szolgáltatásokat. Itt lássuk a jelenleg futó alkalmazásokat, illetve szolgáltatásokat. Ez ugye eltávolító. Itt szintén monitorolja, hogy valójában mi történik a gépünkön, csak ugye ilyen grafikonok formájában, illetve a beállításokat megtalálhassuk. Ott sok ilyen sajnos nem elérhető, de szerintem így is egy használható program, illetve választhatunk témát, ha valaki azt akar. Ugye itt kiválasszuk, hogy mit is szeretnénk szkennelni, és akkor ő szépen megmutassa, hogy ezeken a kategóriákon belül ezek a szemetek vannak, és akkor kijelöljük, hogy
itt szeretnénk végül is törölni, és akkor a nyomunk, hogy clean, és patörl is. De ott ennyi lett volna ilyen gyors bemutató. Ha esetleg valakit érdekel, ugye itt pont a system információt, tehát a rendszer információt is kiírja. Ha valakit esetleg ez érdekel, és érdekel ilyen gyors karbantartó szoftver, akkor illetve nem csak karbantartó, hanem rendszerfelmérő szoftver, akkor merem ajánlani. Köszönöm a figyelmet!